Testvéreim! Testvéreim! Kérdeznék valamit. Tűrik-e az emberek, hogy a drog és a fegyverkereskedők az iskolák előtt és a gazdag környékeken árulják az áruikat? Nem. Nem tűrik, ugye? Akkor hogy van az, hogy itt szemet hunynak e fölött? Van-e fegyvergyárunk ezen az úgynevezett mi környékünkön? Nincs. Akkor hogy van ennyi fegyver mi felénk? Idehozzák őket. Mondjátok, van-e? Vannak-e mágföldek szerte Amerika szegényebb vidékei? Vannak itt mágföldek? Vannak mágföldjei? Akkor hogy kerül ide az a rengeteg drog? Hiszen minden nap megbűnhődünk érte, nem? Naponta bűnhődünk érte, nővéreim és bátyáim, nem? De ki hozza be a drogot? Ki importálja? Ki kaszár rajta sok pénzt? Ki keres rajta? Hadd mondjak valamit. Logisztikailag lehetetlen ennyi drogot és fegyvert behozni a szegényebb vidékekre a hatóságok közreműködése nélkül, a rendőrök nélkül, és persze ott a maffia is. De Bénytestvér, én Bénytestvér nem azt mondom, hogy minden rendőr, minden képviselő sáros, nem ezt mondom. Valaki valahol sokat kaszál az üzleten, és ez nem a mi vagyonunk. Nem úgy tűnik, valaki odakint drogosan és kábultan szeretne látni minket, hogy leszavazzunk és egymást öljük az utcákon. Igen. A fiataljaink pont ezt teszik, nem de? Sárgák, feketék, réz és barnabőrűek mind ezt teszik. Egyetértek! És megakadályozza ezt a rendőrség? Nem! Megakadályozza a kormány? Megakadályozza a maffia? Nem! Senki sem! Tudjátok, mit kell tennünk, nővéreim, fivéreim? Nézzünk tükörbe, úgy bizony. Segíts magadon, az Isten is megsegít. Nézzünk a tükörbe. Fájó szívvel kell bejelentenem, hogy ezt a templomot be kell zárnunk. Az nem lehet! Nem lehet! Úgy van, nővéreim, fivéreim. Miért? Kérem! Kérem! Újabb szinten kell küzdenünk, mert eljön az idő, amikor rádöbbenünk, hogy nem elég, ha imádkozunk a szabadságunkért. Isten akarata, hogy cselekedjünk, hogy tegyünk valamit! Jó reggelt, Esperanza. Milyen szép napunk van, ugye? Valóban. Minden egyes nap Isten ajándéka. Viszontlátásra vasárnap. Viszlát vasárnap. Jóságos Isten. Hol? Peruban. Egy kis falu a bolíviai vidéken. Halottak? Senki sem élte túl, uram. A falu, mintha sosem létezett volna. A fenébe. Nem, mintha sokat tehettünk volna, értük, uram. Amint tudja, az űrfigyelő rendszer még nem teljesen működőképes. De még ha az is lenne, az észlelési távolsága csak 1 kilométer. A becsapódás átmérője csak 18 méter volt, uram. Engem nem az a 18 méteres tárgy aggaszt, ezredes, hanem az a 23 kilométeres tárgy, ami 6 nap múlva követi. 23 kilométer? Az 13-14 mérföld. Pontosabban 14,3 század. A rossz hír az, hogy a dinoszauruszokat kiírtó üstökös csak 6 volt. Tirel. Szia, anya. Nem, fönt vagyok. Semmi, csak az ébresztő óra. Nem, már mondtam, fönt vagyok. Anya, nem kell énekelned. Megteszi a boldog születésnapot is. Igen.
Aha. Tehát... Igen. Csak hogy Jeff még nem kérte meg a kezem, nem, még nem. De ma este San Franciscóba megy, és én elkísérem. Nos, talán, nem tudom. Talán kitervelt valamit. Bocsanya, elejtettem a telefont. Mit is mondtál? Ó, igen, igen. Miért vennénk tehenet, ha ingyen is kapunk tejet? Ó, keresnek a másikon. Mennem kell, anya. Biztos a főnököm az. Te? Halott vagy. Hey, ez rendőri túlkapás. És tudok egy jó ügyvédet, véletlenül. Nem vagyok rendőr, és én is tudok egy jó ügyvédet. Tényleg? És az én ügyvédem ellátja a te ügyvéded baját. Most akkor intézzük el peren kívül. 5 hete a COP2 nevű üstökös eltűnt, amint áthaladt egy aszteroida övön. Most már tudjuk, hogy egy aszteroidában lehet. És néhány töredéket a Föld röppájájára küld. Egy ilyen becsapódás következményei nyilvánvalóak. Minden jelenlévő számára. Rendben. Borítsunk fekete leplet az egészre. A sajtónyilatkozat a következő. Egy elszabadult orosz kémműhold csapódott be az Andokba. Persze az oroszok tagadni fogják, de ezzel is időt nyerünk. Jól van, rendben. Keller ezredes. A TOR prototípusa még mindig a fehér sivatagban van, jól tudom? Igen, uram, de van némi gond az élesítési kódokkal. Dr. Corbett még mindig nem működik együtt. Menjen Corbett doktorért, és azonnal hozza ide. Igen, uram. A TOR projektet törölték. Több mint 2 éve. Ezt én is tudom, Dick. A TOR legyen működőképes 24 órán belül. Értettem. Mit művesz, Bill? A linebacker ott van, használatra készen. Ezt is tudom. És azt is tudod, hogy a kongresszus nem a TOR-t fogadta el bevethető eszközként? A linebackert a 8 kilométeres vagy annál kisebb átmérőjű tárgyakra tervezték és engedélyezték. Változik a szabály. Mostantól a TOR az első. A TOR rossz választás. Az ellenanyag technológiát, mint hatékony védekezési rendszer teljesen elvetették. Ezt te tudod a legjobban, Dick. Én pedig azt mondom neked, hogy másként fogok dönteni. Az elnök mellém fog állni ebben. Tedd, amit tenned kell, Dick. Nem teheted meg, hogy... Vége a párbeszédnek, Dick. Ennyi. Uram, óriási kockázatot vállal. Most maga kezdi. Akkor is mellém kell állnia, ha tévedek. Képes kockára tenni a karrierjét? Doug, az átkozott fickó elmondásai alapján a mi karrierünk kb. 4 napig tart. Ha nem állítjuk meg azt a valamit. Ideje kockáztatni. Nagyszerű válasz. Az olvasóim imádni fogják. Igen, ebben biztos vagyok. Elnézést. Ön Dr. Corbett? Igen. Elnézést, most kerültem át önhöz. Ön lesz az egyetemi lektorom, és lenne néhány kérdésem. Nos, valami nagyon durva dolgot követhettél el, ha hozzám kerültél át, de a tied vagyok. Hey, az interjút folytassuk később, jó? Csak még néhány kérdés is. Istenre esküszöm, hogy leszállok magáról. Isten nevét szádra, hiába nevet. Mit szólsz hozzá, ha felsétálunk az irodámba? Persze. Dr. David Corbett. Beszélhetnénk önnel, kérem? Nos, már is beszélgetünk, nem de? Peterson vagyok, védelmi és hírszerzési ügynökség. Velünk kell jönnie. Semmi ilyesmit nem kell tennem. Felmondtak nekem, emlékszik? Erről én nem tudok semmit. Viszont parancsot kaptam. Menjen a fenébe. Letartóztatási parancsom van maga ellen, erőszakkal is bevihetem, ha nem működik együtt. Tehát,
Ha nincs ellenvetése... Mi ez az egész? Nemzetbiztonsági ügy. Ó, az Isten szerelmére! Hagyja már ezt az ostobaságot és mondja el, mi van! Sajnos nincs ilyen jellegű információ. Mondja, tud egyáltalán valamit? Nem, uram. Vigyázzon a fejére. Egyszerű szolgálja, ez minden, Doki. Követnek minket! Látom, ez kellemetlen. Rachel, figyelj a barátunkra! Rendben, Doki. Mi van? Nem fog fájni. Mi? Nem, nem, Ekek, Jézusom! Most nyerjünk egérutat. Azt hiszem, már nem érdekeljük őket. De a barátaikat igen. Merenc, segítened kell egy kicsit. Nem gond. Menjünk haza. És végrehajtás. Elutasítva. Ez most érkezett, uram. Corbett egyik diákja fényképezte. Biztos benne, hogy ez ő?
Igen, uram. A hírszerzés megerősítette. Ő Payne. Ennek semmi értelme, uram. Payne egy vallási fanatikus. Mit akarna Corbettől? Váltságdíjat. Corbett gazdag keleti parti családból jött. Nem pénzért tették. Miért most? Miért ma? Payne tudja, hogy Corbettet akarjuk. Besúgunk van, uraim. De az a kérdés, hogy miért, uram? Uram! Igen? Ma reggel alaposan ellátta a baját. Gondolja meg! Minden követ megmozgatott a torral kapcsolatban, hogy a bizottság elutasítsa. Lehetséges, hogy ezúttal sokkal tovább megy. Van benne valami, uram? Szikor egy bosszúálló kis gazfickó. De mi köze Paynehez? Nem tudom. Ő egy elvetemült politikus. Talán olyan kapcsolatai vannak, melyekről nem tudunk. Vagy csak szeretnénk nem tudni. Helyezze teljes megfigyelés alá. A cél, hogy megtaláljuk Corbettet és működőképessé tegyük a tort. Mi a legkésőbbi határidő az indításra? 3 nap, ha minden simán megy. Azután... Shannon és Boris holnap felmennek az űrsiklóval és viszik a Linebackert is. Készítsék elő az Olympust és álljanak készen létben, hogy kilőjük a tort. Ennyit tehetünk, amíg megtaláljuk Corbettet. Igen, uram. Lenne egy kérdésem, ha nem vesz izokon. Ha nem tudja elérni Paynet, uram, hogy akar neki ajánlatot tenni? Tűnjön innen, ha csak nem akarja ezeket az embereket holtan látni. Tyrell, különleges ügynök vagyok az FBI-tól, és azért jöttem, mert beszélni akarok magával. Átkozott szövetség is. Rajta, hallgatom! Higgy el, mindenkinek jobb lenne, ha beengednének. Mondd, hogy menjen a fenébe. Akkor jöjjön be! Mi a francot művelsz? Mit? Beszerzek egy értékes túszt. Már van túszunk! Ha nálunk van egy emberük, nem fognak szétlőni minket. Te nem vagy normális. Elment az eszed. A fal mellé, drágám. Ne próbálkozz semmivel, mert Leo hatalmas lyukat üt rajtad. Ebből a szögből, rajtad is. Leo, ha ez a zsaru megmoccan, lőd szét a kurva fejét. Oké. Ez mi? Ezzel juthatsz ki innen. Úgyhogy leírod a követeléseidet, megbeszéljük, mi teljesíthető. Aláírod, én is aláírom, megmutatom a főnökömnek, ő lepecsételi, és mindenki elégedett lesz. Ez a ribanc hülyeségeket beszél. Jó, higgy, amit akarsz. Az a helyzet, hogy Véko és Ruby Ridge után a főnököm picit mogorva lett. Mindenképp el akarja kerülni a vérontást, ezért írjátok le, mit akartok, de ésszel. És mi elintézzük. Oké, akkor mondom a követeléseimet. Ez a nő átver minket, Ed! Pofa be! Figyeljetek! Megkönnyítem a dolgotokat, mert ez a meló szar, és én utálom a főnökömet. Ráadásul ma van a szülinapom, és haza akarok menni innen, világos? Figyelj, először én írom alá. Aztán megírod a listát, és ezzel végeztünk, értesz? Csak a tollam. Add a tollat. Átkozott szarjon! Bocs a tollat. Tyrell, különleges ügynök? Az vagyok, tessék. Beszélhetnék önnel? Én vagyok. Megjöttem. Szédítő ajándékkal. Remélem a kádban vagy. Mesztelenül.
Halló, van üzenetem? Tábornok, örülök, hogy ilyen jól elbeszélgetünk, de már 3 órája San Franciscóban kéne lennem. Hálás lennék, ha végre a lényegre térne. Hogyne. Egy néhány évvel ezelőtt az volt a feladata, hogy elkapja Thomas Paine-t. Nyomoztunk az úgynevezett temploma körül. Igen, az új táborosok. Igen. Paine ma reggel elrabolta ezt az embert. Ő dr. David Corbett. Az egyik legjobb űrvédelmi fegyverkutatónk. Paine megölte 2 ügynökünket, el kell kapnunk. Kértek váltságdíjat? Nem. Nem volt nyilatkozat, nem szóltak a sajtónak semmi. Amennyire ön ismeri Paine-t, van rá lehetőség, hogy dr. Corbett még él? Paine egy ex-katona. Ölésre képezték ki. Vele is végzett volna, amikor a másik 2-vel. Oka van annak, hogy életben hagyta. Nos, bármi legyen, az azonnal hozzá köt vissza, gyorsan. Azt reméljük, segít nekünk megtalálni. Miért az én segítségemet kéri? Vannak pont erre kiképzett emberei. Kívülállók kell. Miért? Hát, mert úgy tűnik, Mr. Paine-nek besúgója van a mi hírszerzésünknél. Nem lep meg. Az új táborosok titkos társaságként kezdték a hadseregen belül. Úgy véljük, hogy megvan a forrás, de nem vállalhatunk kockázatot. Segít nekünk. Kell 1 hét, amíg összeszedek egy csapatot. Csapat nélkül. Egyedül lesz. Azt akarja, hogy egyedül csináljam? Ha ez a fickó olyan fontos, akár egy hadseregnyi ügynököt is ráküldhetne. Vállalja a munkát. Adjon szabad kezet. Totálisan, kérdések nélkül. Bármilyen eszközt bevethet, csak élve hozza vissza dr. Corbettet. És lenne még valami. 3 napja van rá. Pontosabban 68 órája. Ugye csak viccel? Higgy el, hogy azután már olyan mindegy. Bármilyen eszközt. Hériz, rég nem láttalak. Igen, 1 éve és 357 napja, de ki számolja? Hol a főnököd? Nem ért rá. Csak nem kirúgták. Előléptették. Igen, gondolom. Mi az a doboz? Nincs születésnapom. Helyes. Utálnám azt hinni, hogy van bennünk közös. Ismerős? Az én cuccom. Mit keres nálad? Választhatsz. Vagy fölveszed most, esetleg 10 év múlva. Nem érdekel. Nem hallottad az ajánlatot. Nem érdekel, zsarukkal nem üzletelek. Ezt már tudhatnád. Ez más, én nem vagyok zsaru. Szövetségi zsaru, vagy az üzlet is ugyanaz, szarok rá. Kár, hogy ebben a cellában rohadsz meg. Ha 10 év múlva szabadulsz, egyedül kell elkapnod Paine-t. Most kapsz egy esélyt tőlem. De ha nem akarod, hát rendben. Mi az ajánlat? Nos, változott az ajánlatom. A múltkori nem tetszett, mert nem tudtuk rács mögé dugni Paine-t. Manipulálta az igazságügyi rendszert. Rád húzta a vizes lepedőt. Úgy valahogy. Oké, de ha nem jut el a tárgyalásig, nem fogja tudni befolyásolni. Összegzem a dolgot. Paine elrabolta a kormány egyik tudósát. Vissza akarják kapni. Segíts, hogy megtaláljam Paine-t. Ha megtaláltuk, akkor enyém a tudós. És ami Paine-el történik, az nem tartozik rám. Azt mondod, megölhetem Paine-t, amíg te félre nézel? Azt mondom, ha véletlenül másfelé néznék, amikor megölik Paine-t. Honnan tudhatnám, hogy te voltál az? Elég világos voltam? Most már értjük egymást? Igen, értelek. Ez az ajánlat. Ilyen egyszerű. Elfogadod, vagy nem? Tudom, mit tett Paine a családoddal. Tudom, milyen érzés lehet. Nem, nem tudod. Fogalmat sincsen róla. Sajnálom, ez vakmerő kijelentés volt. De én a te helyedben minden alkalmat megragadnék.
Add ide a dobozt. Ti meg kik vagytok? Nem feleltek nekem? Nem lehet. Már démon vagy. Ti most démonnak neveztetek engem? Igen. Miért? Mert apa azt mondta, hogy te az vagy. Azt mondja, hogy az ördögnek dolgozol. A csillagot nem állíthatod meg. Isten ezt akarja. Megállítani? Milyen csillagot? Miről beszéltek? Gyerekek! Megmondtam, hogy ne zavarjátok ezt az embert. Sajnáljuk, apa. Jól van. De ne feledjétek, ha az ördög követével tárgyalunk... Magunk is ördögiek leszünk. Úgy van. És most keressétek meg a csodaszép mamátokat. Menjetek! Megismerte a gyerekeimet, Doki? Hogy van? Jól. Miről beszélt a gyerek? Milyen csillagról? Nálad van a Bibliát, Clarence. Mindig. Add oda a doktornak. Sok választ megtalál benne. Van még egy kis ideje rá. Olvasson csak nyugodtan. De figyelj rá, Clarence. Azt hiszem, innom kéne egy kávét. Ennünk is kéne. Tudok egy helyet a sarkon túl, van csirke meg palacsinta. Együtt a kettőt? Igen. Felejtsd el. Nem tudhatod, hogy milyen együtt a kettő. Tudom, és kész. Sokan vannak ott, akikkel beszélhetnénk. Szimatolhatnánk. Nincs csirke és palacsinta, punktum. Szóval nem kell. Nem bizony. Zsaru vagy. Mit eszel egész nap? Fánkot? Fánkot akarsz enni? Igen, de te elítélt vagy. Honnan a fenéből tudod? Ezért nem vagy férnél. Tudod, akár lehetnék is. Megnéztem a kezedet, nincs jegygyűrűd. Leszbikus vagy? Nem. Ugyan már, Szívi, ez a 90-es évek, beszélhetsz róla. Nem vagyok leszbikus, rendben? Jó. Ráadásul nem én töltöttem rács mögött az elmúlt 2 évet. Mit akarsz ezzel mondani? Gondolkozz. Mondok neked valamit. 1. Nem vagy elég aranyos, hogy előre hajoljak a zuhanyzóban. 2. Nem az az elképzelésem a szexről, hogy betolom a dákom egy fickó szőrös seggébe. Világos? Mit csináljak, hogy elhallgass? 3, 4, 9. Igen, Olával szeretnék beszélni. Olá, igen. Hé, mi ez a szarság, hogy én pénzzel tartozom neked? Figyelj. Én nem vagyok az adósod, és semmit sem loptam el tőled. Hé, tarts csak a pénzzel, ahol te akarod. Hogy a francba képzeled, hogy én loptam el? Olá, áll és le magad. Elegem van ebből az egészből. Olá, tényleg, hogy nem tényleg engem ez a rohadt pénz. Na, add a kezeit. Itt már, hogy nem én ideje volt. Érte? Nem loptam el, hát sosem lopottam. Imádni fogod, megígérem. Hagyjál már. Hé, mi a francot csinálsz? Házhozszállítás lesz. Azért hoztalak ide, mert itt van valaki, akivel beszélhetünk. Ott áll a sarkon, nézd csak. Hol? Ott az a fickó a mobillal, a neve Damien. Ismerem őt. Hé, mit csinálsz? Jó, majd én válaszolok. Na figyelj, az nem én voltam, jó? Gyertek már ide, srácok! Hello! Bejött egy fiú mobiltelefonnal. Én itt sok embert látok. A franc
Fordítva, Damien, legközelebb nézz a lábad elé. Látod, ezt itt találtam az utcán. Szerencsét, hogy fölvettem, mert rá is léphettél volna. Énekelj, madárka. Hé, öreg, megmondtam, jó ideje tiszta vagyok. Van egy normális munkám, hamburgereket csütök, meg minden, minimál bérem vagyok. Mindenkinek összejön, csak nekem nem, öreg. Felébe, már legalább egy éve nem láttam pénzt. És nem ismerek senkit, aki látta volna. Luther, hol lóg? Vele se találkoztam. Figyelj, öreg, én mondom, egészen más életet élek. És semmit se tudok. És mondok én neked valamit, azt hiszem eltörten az orrom rész. Gondolod? Sajnálom, haver, hadd lássam, mutasd. Látni akarod? Még nem tört el. Esküszöm, hogy eltöröm, ha nem köpöd ki azonnal. Hol találom, Luther? Most! Jó, csak enged már el az orrom! A fenébe! Csak két évig voltál rács mögött, és már is megőrültél. Fehér nőkkel mászkálsz meg minden. Nézd, haver, tégy nekem egy szívességet. Miféle szívességet? Fel kell hívnod valakit. Na látod. Ezt megtehetem, sőt, megteszem. Látod ezt? Egész nap telefonálok vele. Digitális? Igen, digitális. Ez a legújabb Nokia telefon, öregem. Hívófél azonosító, üzenetrögzítő, meg minden. Igen, oké, most jól figyelj rám. Azt akarom, hogy intézzel egy találkozót Lutherrel. Mondd meg neki, hogy oda megyek, ahová ő akarja, nem számít. És aztán azt akarom, hogy hívj fel ezen a telefonon. Mit képzelsz, öreg? Az az én telefonom! Úgy van, csak hogy tudjam, hogy tudod a számot. Nincs kifogás. Meghívtál, ugye? Ne vágj fel, mert egy hosszú lábú pipivel randevúzgatsz. Göcsög. Hé, nagyfiú, hozd még ez zacskó jeget! Köszönöm. Imád kell mondani érte. Miért? Adj hálát az ételért. Nem Isten adta az ételt, hanem te. Ráadásul én nem vagyok vallásos. Ateista vagy? Igen, én ateista vagyok. Akkor nagyon sajnállak, Doki. Mégis miért sajnálsz? Szomorú vagyok, hogy szerinted csak ennyi az egész. Hey, várj egy kicsit, mielőtt elmennél. Kérdezhetek valamit? Tessék. Nos, ezzel a csillaggal kapcsolatban nem tudom befejezni. Elég sokat kell még olvasnom. Tudnod kell, hol keresd. Nyilván. Hátul van. Jelenések könyve, 8. fejezet, 10. vers. Ezt olvasd. A harmadik angyal is trombitált, és leesik az égről egy nagy csillag, égve, mint egy fákja. És esik a folyóvizeknek harmad részére, és az vizek forrásaira. Te jó ég. Érdekes megjegyzés ez egy megrögzött ateistától, doktor. Mi ez az egész? Mire készülnek? Lerenz, van hír az arkangyaltól? A Rizről szóló hírek óta semmi. Hé, hey, választ várok! Doki, nagyon egyszerű. Egy Kansas City méretű aszteroida szágult egyenesen felénk, csak pár napunk van hátra. Nem hagyhatom, hogy szembeszállj Isten akaratával. Lerenz, gyere ide fel! Jövök, Tomás testvér. Hallani se akarok róla. Nyugi, igazam volt neked, meg nem. Nem ez az utolsó alkalom, hogy megtörténik. Szokd meg. Azt mondod, véletlenül volt náluk bilincskulcs. Figyelj, nálam is volt mindig bilincskulcs meg lakatnyitó. Pont, mint a hitelkártya. Anélkül ki sem mentem az utcára. Csak egy perc.
Jövök! De jó ég! Matthew! Ugicám! Ezt már szeretem. Ő a húgom, Ronda. Hello, Tyrell vagyok. Egy zsaru. Azt hittem, nem működsz együtt velük. Na igen, de ez most más. Kellene a telefonod, hogy elintézek néhány hívást. Hát, gyertek be, gyertek, gyertek. Igen, már kerestelek. Téged? De kivel beszélek? Veled, nem? Rendben. 4 éves voltam, ő meg 9. Úgy tűnik, jobban voltatok. Elválaszthatatlanok. Az évek során persze voltak vitáink, de ő mindig megvédett engem. Szerencsét, hogy ő van neked. Jó munka volt. Tessék? Mivel vetted rá az együttműködésre? Azt hiszem, máskor is kapott ajánlatot. Jó? Szabadulhatott volna már 2 év után is. Tudom. Minden rendben. Nem mondod el, ugye? Nem tehetem. Igen, persze. Sajnálom. Figyelj. Nos, mennem kell. Elkésem a munkából. Van kávé a konyhában, szolgáld csak ki magad. Köszönöm. Jó. Jól van, Damien. Jól tetted. Most az egyszer. Ez remek. Oké, rendben. Tehát egy fél óra múlva találkozunk. Rendben? Király. El van kapálva. És ki ez a Luther? Egy fegyverkereskedő. Túlélő. Ezt hogy érted? Hogy Payne ugyanolyan esélyt adott neki, mint bárki másnak. Ha nem hagyja abba, amit egyedül csinál, akkor... Ő megállítja. Igen. Most, hogy Payne tulajdonképpen profilt váltott, Luther és a hozzá hasonlók szabadon élhetnek. Alig várom, hogy lássam. Menjünk. Ebben a ruciban jössz. Akár a kék mellényedet is fölvehetnéd a hátán a nagy sárga FBI felirattal, így senki sem áll szóba veled. Ha nem vetted volna észre, nem hoztam több ruhát, csak ez van. Komolyan. Mit akartok? Már is elkéstem a melóból. Meg kell néznem a gardróbot. Ne légy meglepve, drága. Én vagyok a család fekete báránya, nem sértésnek szántam. Azt mondják, a börtön megváltoztatja az embert. Én is pont ezt mondtam neki. Elég, gyere és nézd meg ezeket. Nem gond, ha megnézi a ruháidat? Nem, ha neki kell és nem neked. Nem kéne indulnod, Hugi? Később találkozunk. Meg kell értened, hogy az ügy fontosabb bármely személyes problémánál. Csak azt mondtam, hogy Reese-nek is családja volt. Tudom, és nekem is. Aznap vesztettem el az öcsémet. Senki sem mondta, hogy ez könnyű lesz. Nézd meg, hogy élünk. A föld alá bújtunk, hogy véghez vigyük a tervünket. Ez Isten munkája, ez pedig nem könnyű. Az én hitem erős. Remélem, a te hited is ilyen erős, testvérem. Az én hitem is erős, Tomás testvér. Oké. Hát akkor... Isten áldjon. Isten áldjon. Hogy vagytok? Gyere, csak. Na, akartok vacsorázni? Megyünk vacsorázni? Igen. Miért engedted, hogy elvigye a kocsimat? Nézd, zsaru, hadd vigye a zsaru kocsit. Az ő autója sokkal sportosabb. Jobb lenne, ha én vezetnék. De ezzel kisé nehéz lesz. Csak aztán nehogy megbánjam. Ha már itt tartunk, adhatnál egy fegyvert is. Még azt hiszik, hogy te vagy a főnök. Ne játssz a tűzzel. Meg fogod bánni? A segítség mindig jól jön, Szivi. A kávéja, uram. Gazdag. Van hírt erről? Még semmi, uram. Ezt tudtuk meg Reese-ről. Mi áll benne? Nos, úgy tűnik Reese feleségehez az új táborosok szektához tartozott. A Payne által célba vett drogbanda elrabolta Reese feleségét és még néhány más szektatagot. A banda vezér meg akart egyezni Payne-nel, hogy hagyják őket békén, de Payne nem érdekelte a dolog. Ehelyett átment oda, ahol a túszokat fogva tartották, szétbombázta a helyet, mindenki meghalt. Drogdílerek, szektatagok, mindenki. Veszélyes fickó. Nos, Reese bosszút akart. Megtámadta Payne kocsiját. 3 ültek benne, Payne, a testvére és a testőr. Mielőtt Payne megsebesítette, Reese-nek sikerült a másik kettőt megölnie. Ezért kapott 12 évet a lompokban.
És a civilizációt jelenleg ez a veszély fenyegeti, uram. Köszönöm. Nagyon megnyugtató. Én is úgy gondoltam. Sometimes I get illy, cop back to 9 milli. I choose not to bust, smack your punk ass silly. Just bought a crib, it cost 2.5 milli. Swimming pool in my living room, I guess I'm a willing. I don't get high, so I don't split the fillies. Niggas say they gonna kill me, and I say, oh really? Hit my Kawasaki, I pull off on a willy. This is straight lace pimpin', I know you hoes feelin'. I come through, make the whole club petro. You might as well let go. I blast, make the whole club echo. You don't really wanna test the L.A. vet though. Most of my crew's on death row, the real. Quick with the trigger, nice with the steel. Steppin' through the kill zone, caps get peeled. Mi a pálya, Luther? Veled mi újság? Azt hittem, nem látlak még vagy 10 évig. Legalábbis bentről ezt hallottam. Bent rosszul tudják. Hát, ha te mondod... Ki a szajha? Ő az enyém, Siler Ola. Mi ketten üzletet köthetnénk. Igen. Van egy közös ellenségünk. Ez igaz. De jó ideje nem láttam már. Érted? Ez a nyomorult Lucifernek nevezett vagy mi. Azt mondta, az ördöggel cimborálok. Menjen a picsába! És jól elintézte a családodat. Testvér. De nem segíthetek neked. Persze, nem segíthetsz, mert te akarod elkapni. Épp ellenkezőleg, haver. Pénytestvér többé nem sérti az érdekeimet. Ezért nem érdekel, hogy hol van és mit csinál. Odabent nem ezt hallottam. Azt mondják, minden lépését figyeled, hogy egyedül kaphasd el. Nézd, Rhys, ha nem ismernélek jól, azt mondanám, hogy hazugnak neveztél. Nos, valaki hazudik. Ide hallgass. Rád hagyom ezt az ügyet. Meg erre a nyomorult zsarura. Figyelj, te szarházi! Nem mondod meg, hol van. Kinyírlak. Dobd el! Lőd már le a nyomorultat! Lőd már le azt a szemetet! Lőd le! Azt mondtam, dobd el! Francba nővel! Lőd le! Lőj már, te átkozó! Erre nem lett volna szükség, Nigger. Menj a francba! Figyelj, Luther, ez az utolsó esélyed, hogy elárult, hol van Payne? Azt mondtam, menj a francba. Hol van Payne? Nem hallottad te, átkozott. Azt mondtam... Menjünk, Rhys. Fegyvert fogott rám a rohadék. Add a fegyvert, és tűnjünk innen. Azt mondtam, add ide a fegyvert. Nem viccelek, Rhys. Nem mondom még egyszer. Akár a ravaszt is meghúzhatod, mert én fegyver nélkül nem vállalok még egyszer ilyen helyzetet. Ha fegyvert fogsz valakire, húzd is meg a ravaszt. A kentauri elindult. Mi a holnapi randevú időpontja, doktor? Központi idő szerint 7 óra. Most programozzuk a távirányításos fegyvert. Remélem, beválik a terve. Magam is remélem. Nem, már meg tudod csinálni. Csak tart vissza a lélegzetedet, és fogd meg a lábam, ha fel akarsz jönni levegőjét. Hülye vagy. Nem csinálom meg. Legalábbis nem a víz alatt.
De kérlek, bébi, nem látod, hogy megsérültem? Komoly sérülésem van, nem is érzel együtt velem, vagy mi nem. van? Nem. Az újságban olvastam, hogy a minap egy ausztráliai csaj fulladt meg közben. Oh. És Miss Lakvanda azt mondja, nem csinálja. Miss Lakvanda hazudik, nem is olvashattál ilyet. Nem hazudok. A fickó a fejénél fogva tartotta lent a lányt a víz alatt, az pedig megfulladt. Figyelj, ez marhaság, oké? Okay? Na, megmutatom, hogy nem is olyan bonyolult. Na, nézd! Mi van? Miért álltál föl? Meg hozzád se értem. Mi a fene ütött beléd? Hé, hey, Damien. Ó, oh, frasz, Maris. Teljesen megőrültél, Nigger. Vadonatúj jacuzzi volt. És most kiugattad baromállat. De, mász ki onnan. Hé, hey, Lakvanda baby, felhívlak még a dologgal kapcsolatban, jó? Mi a franc ütött beléd, te hosszú lábú pipi? Ide jössz és szétlöved a kádam? Mi bajod van? Önvédelem, a fegyveredért nyúltál. Reese, intézd el. Odakint megvárlak. Várj! Csend. Figyelj, haver, elmondom, hogy hogy csináljuk. Most köpni fogsz, hogy tudjak dolgozni, különben már is szétlövöm a kibaszott seggedet. Ne csináld már, haver! Gondolod, ha tehettem volna, nem segítettem volna neked, öreg? Nem veszed a lapot, Nicky? Jó, nézd, figyelj, ne a dákomra célozzok. Oké, mondok valamit. Az unokatesom jóban volt egy lányjal, aki a helyi tévé riportere volt. A lány elment Payne egyik találkozójára, és Payne emberei rejtett kamerát találtak nála, de elengedték. Nos, legalábbis ő ezt hitte. Az autópálya mellett találták meg később. Valaki leszorította az útról a kocsiját. A csaj 2 hétig feküdt kómában. Azt hitték, nem éli túl, de végül is felépült. És Payne nem is tudott róla. A nevet akarom, és a címet. Figyelj, öreg, neveket nem Azt tudok. Hiszed, viccelek vele, faszka? Jó, látom, hogy a balherémre célzol. Figyelj. A neve Teresa Miller. Valami utánfutóban lakik a város szélén. Nem tudom, hol érted, nem tudok címet, de úgyis elviszlek hozzá. Nyugodj meg. Mász ki a trágyából. Jó, de mire kell ráfogni azt a fegyvert? Űrsikló ajtaja nyitva. Megkezdem a végső kilövést. Most. A kapcsolat helyreállt. Elengedem. A főmotor működik. Megerősítve. Ezt mikor tudta meg? Paynek nagyon nem fog tetszeni. Kíváncsiak vagytok, mit kapott? Aha. Látni akarjátok? Mit gondolsz? Akkor lássuk. Rendben. Ó, ide nézzetek. Hát nem csodaszép. Ezt a ruhát fogom viselni, ha találkozom Istennel. Igen, úgy van. Olyan csinos leszel, hogy az Úr azonnal a sor elejére állít. Clarence testvér, ülj le és vacsorázz velünk. Beszélnünk kell. Nem várhat. Szia, drágám. Menj anyuhoz. Mondjad, testvérem. Most beszéltem az arkangyallal. Megölték Luthert. Lucifer. Látod? Látod? Amint vetsz, úgy aradsz. Mi van még? Van itt egy kis gond. Nem hiszem, hogy lakik itt valaki. Pedig jobb lenne, különben Damiennek annyi meg egy Bambi. Még hogy lakik itt valaki. Szerintem kihalt ez a hely. Nem is tudtam, hogy ilyen jól látsz. Hello! Teresa Miller? Menjenek el, azonnal! Hé, csak nyugi! Nem akarok megnyugodni. Menjenek el innen! Gyerünk, tűnés! Azért jöttünk, hogy segítsünk. Nincs szükségem segítségre. Mondd meg, ki vagy! Hé, hölgyem, itt Matthew Reese. Hazudik. Matthew Reese börtönben van. Nem hazudok.
Bizonyítsa be. Hogy a francba bizonyítsam be? Nincs személyim. Itt vagyok én. Megkerülöm a kocsit. Én ismerem Matthew Reese-t. Oké, csak nyugi, rendben. Ne lőjön. Jól van, bemegyek. Csak óvatosan azzal a puskával. Nyugalom. Látja? Oké, tényleg maga az. De ki volt még odakint magával? Ó, odakint? Tegye le! Nem! Nézze, semmi gond. Minden rendben. Rendben van. Semmi baj. Ez volt az utolsó találkozó, aztán a föld alá menekültek. Köszönöm, köszönöm. Köszönöm, testvéreim, nővéreim. Kérdeznék valamit. Azt kellene megtudnunk, hol rejtőzik most. A drogkereskedők az iskolák előtt terjesztik áruikat a gazdag környékeken? Nem ezt teszik, ugye? Nem tűrik, ugye? Akkor hogy van az, hogy itt szemet hunynak e fölött? Van-e fegyvergyárunk az úgynevezett mi vidékünkön? Valami közeledik! A tárgy kb. 60 méter hosszú és 6 méter széles. 55.000 km/órás sebességgel halad. Becsapódás megközelítőleg 90 másodperc múlva. Hol? 122,5 nyugati hosszúság, 37,6 északi szélesség. Ez San Francisco. Hello, én vagyok. Vedd fel. Ott vagy? Jól van, gondolom nem vagy ott. Figyelj, korábban végeztem. Megvettem a repülőjegyet, és azt hiszem néhány óra múlva találkozhatunk. Rendben? Belép a légkörbe. És hiányoztál este. 20 másodperc. Jól van, majd később beszélünk. Becsapódás 10 másodperc. 6. 5. 4. 3. De jó ég. Hogy cselekedjünk, tegyünk valamit. Hol készült ez a felvétel? Nem tudnám megmondani. Nem tudja, vagy nem akarja? Nem hiszem, hogy tudnám, mivel áll szemben Tyrell ügynök. Ez a pasas, hős az emberei szemében. Bármelyikük az életét adná érte. Hát ez sovány vigasz. Egy gyár lehet, vagy valamilyen raktár. Magas épület. Nagyon magas. Mi a neve? Nem emlékszem. Talán E betűvel kezdődhetett, talán. Csak egy kis földrengés. Igen, kicsi. Nem szeretem. Ez egy rossz előjel. Én texasi vagyok, nálunk nincsenek ilyen marhaságok. Csak hurrikánok meg tornádók. Azokkal bármikor megbirkózom. Legalább látni, ha közelednek. Földre! Thank you.
Szarházi pén, megölöm, ha elkapom. Tűnjünk innen a fenébe. Jó, na, lássuk, mit kezdek ezzel. Azt írja, használják nyitott térben, jól szellőző helyen. A franc, most kint vagyok, ez elég jó szellőző helynek számíthat. Mi a helyzet, Damien testvér? A franc, majdnem rám ijesztettél, haver. Nem kell megijedned, testvér. Mi történt az orroddal? Mi ezzel? Ó, franc, csak a melóban húztam az igát, haver. Épp a hamburgereket forgattam, amikor hirtelen orba vágtam magam a spatulával. Sajnos munkaidő kívül voltam, pedig jól jött volna egy kis segély, elhiheted? Damien! Mi az? Te hazudsz nekem. Tudod, ha hazudsz valakinek, kiadod a bensődet annak, akinek hazudsz. Nem tudtad? A bensőmet, öreg. Nem tudom, miről beszélsz, mire gondolsz. Mi mindig jól bántunk veled, testvér. Ó, igen, hisz te vagy pénytestvér, és mindig is csipáztál engem. Amikor anyád beteg volt, nem én vittem neki gyógyszert. Nem bántam veletek a családonként. De, igazad van. Tudom, hogy vigyáztál anyámra, amikor olyan... Akkor miért próbálsz meg azok kezére juttatni, akik rosszat akarnak nekem? De kérlek, pénytestvér, tudod, hogy nem tennék ilyet. Ismered a Bibliát? Egy ideje nem voltam templomban, mert nem volt pénzem adakozásra. De ismerem a Bibliát, olvastam. Máté evangélium a 10:36. Az embernek a tulajdon családja lesz az ellensége. A frász, nem értem, testvér. Gondolkozz el rajta. Istenem, kérlek, segíts! Segíts magadon, Isten is megsegít, Damien. Szerezzünk be egy telefonkönyvet. Megpróbálok közelebb menni, hogy képet kapjunk a pusztításról. Mindenhol tűz van, ameddig a szem ellát. Mintha égne az egész föld. Csak egy kérdés. Látszik egyáltalán a város? Látsz valamit? Ó, ez... Istenem! San Francisco, Oakland, eltűnt. Nincs többé. Egy katonai repülőgép térít el minket. Visszaadom a szót. Még valami? Visszaadom a szót, mert... Haló? Hallasz? Húgek... Megszakadt a kapcsolatot. A francba! Isten! Clarence, van rá lehetőség, hogy kapjak egy darab papírt és egy tollat? Thomas testvér szabályai tiltják. Megbolondulok idebent. Nem tudok aludni. Az agyam egyfolytában zakatol, gondolkodom, és úgy érzem, le kell írnom a gondolataimat. Nem tudok mit kezdeni magammal, Clarence. Megbolondulok. Meglátom, mit tehetek. De nem ígérek semmit. Köszönöm. Rendben. Mitch tábornok. A legújabb hírek szerint a műszer ráállt a célra. 30 perc múlva találkozik az aszteroidával. Köszönöm, Tom. Mitch? Az igazat akarom Corbettről, tábornok. Hol van Tyrell? Megtalálta őt? Azt mondta 3 nap, Corbett meg tudta volna akadályozni, ugye? Ő sem tehetett volna semmit. Ne hazudozzon itt nekem! Modern, űrvédelmi fegyverek! De kérem, tábornok! Nyugalom, Tyrell. Ne mondja nekem, hogy nyugodjak meg! Valaki meghalt ott, akit én szerettem. Tyrell, figyeljen rám. Corbett sem tehetett volna semmit. Semmit. A töredék túl kicsi. És a becsapódás előtt 1.5 perccel érzékeltük. Minek a töredéke? Miről beszél? Egy aszteroida fog összeütközni a Földdel. Amelyik San Franciscót eltalálta, az hozzá képest csak egy kis kavics. Ha nem állítjuk meg, az ismert civilizáció, az életünk megszűnik létezni, és ami túléli a becsapódást, az is elpusztul az azt követő hidegben. És mióta tud erről? Kevesebb, mint 48 órája, és ez az igazság, Tyrell. Miért nem figyelmeztették az embereket? De kérem, Tyrell. Tömegpánik tört volna ki.
de Corvettel kapcsolatban igaza van. Tervezett egy olyan fegyvert, ami képes megsemmisíteni az aszteroidát. Akkor miért nem állított rá az elnök minden mozgósítható erőt? Miért csak én és egy istenvert elítélt keressük ezt a fickót? Mert az elnök nem tudja. Mert az elnöknek fogalma sincs róla, hogy maga ott van és Corvettet keresi. Nem gondolja, hogy jó ötlet lenne szólni neki? Igen. A Linebacker nevű fegyver éppen az aszteroida felé tart. Ezt az elnök egyetemi szobatársa tervezte, ami azt jelenti, hogy ezt vásárolták meg, és nem Corvettét, és a célponthoz képest teljesen hatástalan. Ez őrület. Ez politika. Mennyi idő kell, még megtalálják Corvettet? Anya! Szia, anya! Csak azért hívlak, mert hallani akartam a hangod. És hogy elmondjam, szeretlek. Igen, nem, tudom, hogy te is. Csak azért hívtalak, hogy ezt elmondjam, oké? Majd később hívlak. Én is szeretlek. Szia! Talán nem segít, de tudom, mi mész keresztül. Mintha valaki beléd nyúlna és kitépni a belső szerveidet. 15 E betűvel kezdődő várost találtam, rengeteg a dolgunk, akár kezdhetnénk is. Mégis mi értelme? Most hallgass ide. Kaptál egy esélyt, hogy megmesd a szeretteidet. Nekem nem volt rá esélyem, de most megkaptam, és kihasználnám, ha nem bánod. Nem hagyom, hogy itt ülj és felad. Oké, jól van, gyerünk, indulás! Nem azért éltem túl ezt a sok baromságot, hogy kapjak 3 nap szabit, és úgy halljak meg, mint bármelyik idióta. Nem vállalhatod fegyver nélkül a veszélyes helyzeteket. Ez neked fegyver? Ez a tartalékom. Tartalék, fegyvert nem utasítok vissza. Vizuális kapcsolat az aszteroidával. Adom a képet. Harminc másodperc a becsapódásig. Élesítsék be a fegyvert. Fegyver élesítve. Robbanó feje kibocsátásra készen. Becsapódás 15 másodperc múlva. Készen létben, uram. Robbanó fejek ki. Robbanó fejek ki. Megtörtént. 5 másodperc. 4, 3, 2. Működött. Megcsináltam! Sikerült. Sikerült, összejött. Szép munka volt, fiú. Mennyi van a Doppler késleltetésig? Csak egy pillanat, uram. Már is érkezik a Doppler adatfeldolgozás. Nem működött. Még mindig felénk tart. Változott a röppája. 00682 fok. Azt hiszem, értem a helyzetet. Most mit tegyünk, uram? Azt hiszem, ez az. Van ötleted, hogy jutunk be? Mindig vannak kiskapuk. Doki, ételt hoztam magának. Nem igazán vagyok éhes, de azért köszönöm. Azért bevinném. Talán megeszi később. Yeah.
mit csinál? Meg akarja öletni magát? Nem ülhetek itt a halált várva. Szóval ettől fél. A haláltól. Igen. Mert nincs hite. Igen, nos. Ehhez most már kissé késő. Ó, testvérem, sohasem késő. Én 3 éve találtam meg az urat. Pén? Ő mutatta az utat Istenhez? Igen, ő. Isten áldja meg érte. Hadd kérdezzek valamit. Nem zavar ez téged? Egy Isten, aki tönkretesz mindent, amit alkotott. Ennek semmi értelme. Doktor, egyszer már véghez vitte az özönvíz révén. Ezúttal tűzzel pusztít. Meg van írva a Bibliában is. Jó. De ha Isten teremtett minket, akkor engem is ő teremtett, nem? Igen, ő teremtett. Tehát, ha Isten adta nekem ezt a tudást, hogy segítsek, vajon az nem Isten akarata? Elhiszed, amit a Biblia mond? Igen, elhiszem. Minden szót. Akkor ehhez mit szólsz? Meglássátok, hogy el ne hitessenek benneteket. Mert sokan jönnek el az én nevemben, kik ezt mondják. Én vagyok az. És az idő elközelgett. Ne menjetek azért utánok. Már Biblia leckéket is tartok ki. Mintha tegnap még nem is érdekelte volna az a jó könyv. Nyilván a feleségem jó főztje se érdekli. Sovány nőt ne vegyél el, mi? Clarence, magunkra hagynál minket? Ne tedd le a fegyvert, lérésen. Szóval hamis profétának tart. Szerintem maga elmebeteg. És azt is hiszem, hogy ezek az emberek, akikkel maga úgymond törődik, mind meghaltak. Szeretem őket. Jobban szeretem őket, a saját életemnél is. Ezért bízom őket Istenre, nem pedig a maga úgynevezett mindenható főnökeire. Ez ostobaság. Ha igazán szeretné őket, hagyná, hogy megmentsem őket a föld többi lakosával együtt. Nem kétlem, hogy türelmetlenül ki akar jutni innen, hogy szembeszálljon a természet és Isten akaratával. A tudósok mindig is készen álltak az ilyesmire, de tudja, mindig az emberiség szenvedte meg. Meg kellett harcolnunk a harcainkat, és állandóan vesztettünk. Ennek ideje véget vetni. Ezt nem maga dönti el. Hallgass, hallgass! Egy hangot se, különben véged. Hol van Corvett? Ez nem játék, szajha. Tegye le! Azt mondtam, tegye le! Engedje el, és menjen a barátnője mellé. Mennyi szója férjednek. Addig én szemmel tartom őket. Menj! Menj! Azt hiszem, 1,5 percünk van, amíg a nő visszatér a férjével. Gyorsan kell lépni, ha a doktort akarják. Gyerünk! Tehát, mi a válaszom? Megsemmisíti a világot? Tudja, barátom, ha annyira elege van belőle, miért nem lesz öngyilkos és hagyja élni a többieket? Doktor biztosan tudja, hogy az öngyilkosság szinte minden vallásban bűn. Ezt önnek is tudnia kell. Bűn az öngyilkosság? Az lesz, ha nem engedi, hogy feltartóztassam az aszteroidát. Nem én alkottam az üstököst. Ez egy természeti jelenség. Érti? Ez Isten kegyelme. Isten könyörületes. Isten szeret minket. Isten megbocsát. De azt mondja, hogy elég. Az ön helyében magamban néznék, önvizsgálatot tartanék, éljen békében magával és Istennel, mert kevés az időnk. Tomás! A lépcsőkön át kijuthatnak. Tomás, itt van Liz egy nővel. Liz testvér nagyon kitartó. Az meg honnan van? Damientől kölcsönöztem. Akkor minek neked a fegyverem? Az tartalék fegyver, nem? Igen. Na, én is erre használom. Tiszta levegő, menjünk! Clarence testvér! Nem azt mondtad, hogy itt van? Itt volt. Van kulcsa? Van!
Siessenek! Siessenek! Itt az FBI. Kivisszük innen. Hála Istennek! Mennünk kell! Isten hozott Rész testvér! Ha tüzet nyitok, induljatok arra, ahonnan jöttünk. Inkább gyere te is. Majd megyek. Na mi van, Riz? Nem hallasz? Hallak, Nigger! Vidd ki őt innen, komolyan mondom! Rajta, induljatok már! Mi a franc lesz? Itt találkozunk! Tomás! Menj! Azt hiszed, becsaptalak, testvér? Ha? Szerintem te is becsaptál engem. Döntse el, Isten! Most én döntök! Rajta! Oké, jöhet. Jöjjön. Erre menjünk. Ide. Igen, megvan Corbett. Azonnal küldjenek egy helikoptert. Megtaláltam. Hol vannak? Adja meg a koordinátákat. Eszenciál festék, 5. utca és Santa Fe. Oké, maradjanak ott, már is küldöm. Adja Corbettet, beszélnem kell vele. Igen, uram. Hová megy? Nem hagyhatom itt részt. Maradjon, maradjon itt. Az érintkezési mező a szondán belüli 8 különböző ponton van kalibrálva. Corbett ezt hagyja abba, mert fogalmam sincs róla, miről beszél. Majd mondja a fiúknak a képben, mert amint fölveszik magát, oda fogják vinni. Én megadhatom a pontos paramétereket, és felkészíthetik, mire odaérek. Meg tudják csinálni. Ez jól hangzik. Engedélye van a titkos kommunikációra a gépen. Sok szerencsét, Corbett. Úgy tűnik, sikerült, uram. Még nem, de kaptunk egy esélyt. Thank you.
Reese testvér. Reese testvér. Dugulj el, Payne. Elegem van ebből a testvérdumából. Tedd le a fegyvert! Gyerünk, lőj csak le, testvér. Biztosan megérdemlem Isten akaratát. Ő döntött rajta. Egy-két nap múlva te is meghalsz. Kivittük innen Corbettet, és ő tudja, mit kell tenni. Isten akaratát nem lehet megmásítani. Tudod kell valamit, testvér! Nem hiába halt meg a családod! Ki kell állni az embereidért, és ennek néha magas az ára! Ez testvér! Látom, hogy a végén jól jött a tartalék. Igen. De neked sem vártott volna. Én jól vagyok. A helikopter már úton van. Gyere le onnan. Elegem van ebből a helyből. 29 órával később. Szerkezet a helyén. Élesítsék be. Ne érje hozzá. Maga mit művel, Doug? Ezt nem engedhetem, ura. Ami megvan írva, azon nem lehet változtatni. 30 másodperc a becsapódásig. Őrök, azonnal ide! Az embernek bűnhődnie kell a vétkeiért. Tomás testvér vezetett minket a felismerés felé. Ez a feladat most rám hárult. McNally kapitány, megparancsolom. Eljött az ítélet napja, uram. 20 másodperc. Tegye le a fegyvert, kapitány. Nem tehetem, uram. Tegye le a fegyvert, és azonnal álljon félre. Nem, uram. 15 másodperc. Ez az utolsó esélyed, fiam. Tedd le a fegyvert, és azonnal add fel. Nem teszem le, uram! Rendben, rendben, rendben! Gyerünk, gyerünk, gyerünk! A fegyver élesítve. Becsapódás 10 másodperc múlva. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Doppler késleltetés, mi a helyzet? Felrobbant, uram. A töredékek nem jelentenek veszélyt. Ez az! Megcsináltuk, nyertünk. Sikerült, emberek. Szép volt, fiúk. Visszamész Texasba? Szia! Igen, van egy jó kis állás nekem Dallasban. És jó lenne közelebb lenni anyámhoz. A család fontos. Igen, az. Boldog szülinapot. Kicsit megkésve.
lesz, kedves. Többé nem lesz rá szükségem. És úgy hallottam, sok a szökevény odalent Texasban. Igaz. Kicsit kopottabb, mint amikor ideadtad, de tudod... Nem, nem azt néztem, hanem hogy letörölték-e róla a széria számot. Ezt már szeretem. Köszönöm. Köszönöm. Vigyázz magadra, jó? Te is, és ha visszajössz valaha, keresd meg, igyunk meg egy kávét együtt. Csak ne azt a csirkés palacsintát. Nem tudod, mit hagysz ki. Biztos nem. Isten veled. Sharpen your aim. Every ball
fortune and fame. Some come up, some get done up, and accept the twist. If you ask for Mega Cheddar, you got to go higher.